Gyógypedagógiai tanácsadás, szemléletformáló rendezvények, érzékenyítő tréningek. Többek között ezek szerepelnek a kitűzött feladatok között abban a programban, amelyet három a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásában érintett intézmény indított. A Nyíregyházi Bárci Gusztáv és a Göllesz Viktor iskola, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat közös célja, hogy a sajátos nevelési igényű, súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek számára javítsa a minőségi pedagógiai szakszolgáltatások elérését és segítse az ellátó intézmények szakmai fejlesztését. Ezeknek a gyermekeknek az ellátása nagy feladat. Fontos hozzá olyan speciális eszközöket is beszerezni, amelyekkel az intézmények jelenleg még nem rendelkeznek, viszont az új terápiás módszerekhez elengedhetetlenek. Ezek megvásárlására is biztosít forrást az elnyert pályázat. Korábban nem volt olyan lehetőség, amelyben mindhárom intézmény szerepelt, így a szakmai együttműködés is kiemelt része a projektnek. A pályázat során számtalan programot szerveznek az intézmények 2020-ig. Pedig a stúdióban Multné Dankó Ágnes, a projekt szakmai vezetője, aki egyébként a Nyíregyházi Bárci Gusztáv Készségfejlesztő Iskola intézmény vezetője is. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Itt azért egy egyedülálló összefogásról van szó. Három intézmény fogott össze. Honnan jött az ötlet, hogy ezt megvalósítsák? Magyarország kormánya egy felhívást tett közzé, amely a köznevelés esélyteremtő szerepének bővítése címmel olyan célokat tűzött ki, hogy célzottan támogatja a halmozottan sérült és fogyatékos tanulók ellátását segítő intézmények szakmai fejlesztését, a pedagógiai szakszolgálatoknak a fejlesztését, valamint az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítését. Ebbe a pályázatba, melyet a Nyíregyházi Tankerületi Központ együttműködésével nyújtott be ez a három intézmény, közel 240 millió forintos támogatást kaptunk. Mint ahogy az előzőkben is hallottunk, itt speciális fejlesztő eszközök beszerzésére nyílik lehetőség, képzések lebonyolítására, valamint számos olyan programra, rendezvényre, melyekbe a szülőket is bevonhatjuk, hiszen nagyon fontos a szülőknek a támogatása, illetve azok a területek, amelyek a többségi intézményben dolgozók érzékenyítését, illetve az egész társadalom érzékenyítését is támogatja, illetve segíti. Beszéljünk egy kicsikét az eszközökről, csak azért, hogy az érdekesség gyanánt azok is tudják érzékelni ezt, akik nincsenek benne a témában, hogy milyen eszközökről van itt szó. A három feladat ellátási helyen meghatározták a pályázatban a szakmai együttműködők, hogy bizonyos fejlesztésekhez milyen speciális és fejlesztő eszközöket kívánnak beszerezni. Ha a saját intézményemet mutatnám be most, a súlyos halmozottan fogyatékos gyermekek ellátásához nagyon fontosak azok a speciális mozgásfejlesztő eszközök, amelyek a fejlesztésekhez természetesen nagyon fontosak. Nálunk a kiemelt feladat ugye a kommunikáció fejlesztése, az önkiszolgálás fejlesztése, ezekhez a terápiás eszközök nagyon fontosak, hiszen még ilyen jellegű fejlesztésre eddig nem került sor. A kommunikációkhoz, különösen az autizmussal érintett tanulók számára kommunikátorok kerülnek beszerzésre. Aztán showterápiás szobát szeretnénk kialakítani, a mozgásfejlesztéshez masszázságyat kívánunk beszerezni, aztán a bazális stimuláció eszközei, amelyek az érzékelés észlelést fejlesztik a halmozottan sérült gyermekek számára. Nem szeretném kizárni a másik két intézményt sem, hiszen a pedagógiai szakszolgálat nagyon széles körű fejlesztéseket valósít meg. Ugye ők nagy hangsúlyt fektetnek a korai szűrőeljárásokra, ezekhez teszteket vásárolnak meg, logopédiai eljárásokhoz különböző eszközöket, természetesen a gyógytestnevelők a saját területükhöz kapcsolódó eszközöket. A harmadik terület az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítése, ahol
a többségi intézményekben történnek meg a fejlesztések a gyógypedagógusok által. Itt mire lehet gondolni, mi ez az utazó gyógypedagógia segítség? A többségi iskolákban integráltan nevelkedő különböző tanulási problémával, tanulási zavarral küzdő gyermekek kerülnek fejlesztésre. Márpedig minden iskolában az jelenlévő így probléma. Így van. Zömmel az épintellektusú gyermekek, akik valamilyen tanulási zavarral a köznyelben a diszesek kerülnek ellátásra. És ugye ezeknek a gyermekeknek a fejlesztéséhez és különböző fejlesztő eszközöket visznek magukkal a kollégák. Természetesen a többségi iskolák is biztosítanak saját költségvetésükből dolgokat. Fejlesztő feladatlapok, amit az utazóba elszoktunk, különböző fejlesztő eszközök, hiszen mind-mind nagyon fontosak a gyerekek ellátásához. És különféle programokat is szerveznek, hogyha jól tudom. Így van. A programokban próbáljuk érzékenyíteni a társadalmat, hogyha most itt nagy gondolatokat szeretnék mondani, de ez nagyon fontos, hiszen a társadalomban való beilleszkedés, ami nagyon fontos a valamilyen problémával küzdő, akár egy sajátos nevelési igényű, speciális nevelési szükségletű, vagy egy tanulási zavarral küzdő gyermek esetében. Nagyon sokat hallunk arról is, hogy vagyis az integrációról, az inkluzív környezetről, hiszen azokban a befogadó környezetből, hiszen azok az iskolák, akik felvállalják a mindennapokban, hogy befogadják akár a tanulásban akadályozott tanulókat is, akik szakértői véleménnyel rendelkeznek, viszont számukra is szükséges az a plusz tudás, illetve azok a plusz információk, amit a szakemberek tudnak nyújtani. Önök mit tapasztalnak egyébként, ha már erről van szó, hogy a társadalom nyit a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos emberek felé? Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon jó úton haladunk ez irányban, hiszen egyre többet hallani erről, sajnálatos módon egyre több család is érintett ebben, hogy valamilyen problémával küzd gyermeke terén, és nagyon helyesek ezek a fiatalok is, akik a közösségi szolgálatot teljesítik, a középiskolai tanulók szívesen jönnek speciális intézményekbe, hogy több középiskolában van együttműködési megállapodásunk, részt vesznek közösségi programon, amikor nyílt napokat szervezünk, és akkor ők ebben nagyon szívesen segítenek. Meddig tart ez a pályázat, ez a program? Ez a program, ez két éves pályázat, 2020. február 28-áig tart. Beszéltünk a programokról, és azt is említette, hogy a szülőket is szeretné becsatlakoztatni. Hogyan lehet ebbe a programba bevonni őket is? Nagyon sok színes programot szervezünk a szülőknek, szülői klubot, ahová meghívott előadók beszélnek azokról a problémákról, amelyekben ők is érintettek. Ezt megszervezi a szakszolgálat is, bármelyik fejlesztési területéhez kapcsolódik. Workshopokat szervezünk. Aztán lesz családi nap is, ahol a gyermekeikkel együtt tölthetnek egy egész napot, hiszen a pályázat erre is támogatást nyújt. Mi a végső cél? Van valamilyen olyan végső cél, amit kitűztek a pályázat, illetve a program keretén belül? Hát a végső cél talán az a kommunikációs üzenet, amelyet megfogalmaztunk mi ebben a projektben, hogy közös tevékenységek, közös siker, közös eredmények, hiszen együtt a fejlesztésben az esélyteremtésért, amely a pályázatunknak a címe, hiszen még eddig erre nem volt példa, hogy három ilyen nagy intézmény együtt dolgozhasson egy közös cél érdekébe. A legvégsőbb cél a minőségi pedagógiai oktatáshoz való hozzáférés. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen én is.